A Térzene koncertsorozat egyik fellépését tekinthetik meg teljes egészében a következőkben. Képzeljétek el, számtalan fagott versenyt és kubala versenyt képzeltek a gyerekeknek, hogy tudják.
Magasabb egy oktávval, magasabban szól. Thank you.
Tulajdonképpen majdnem ugyanazt játszunk kicsi eltolódással, de mégis olyan, mintha egyszerre lenne. Tehát gyönyörűen együtt van komponálva a zene, pedig kánon jellege van. Együtt kezdés, és aztán lép be a másik, mintha kergetnénk egymást, mintha picit más mondanánk, de mégis gyönyörűen összekapcsolódik. Hát ez szerintem volt olyan, mint a szerelmes pár. Thank you.
írják már előadói utasításokkal a kották a romantikusok. Na most jó hangosan zongoráznak a Gyuri, de igazából, hogy egy szép fekete hangverseny zongorán adta volna ezt elő, az még nagyobban szólt volna, még romantikusan hangzás világban tudott volna ide varázsolni, majd legközelebb, ha lesz itt egy fekete hangverseny zongora, akkor ezt majd megtesszük, addig hozzá kell képzelni. Tehát ugyanis a romantika korában már ilyen nagyon szóltak azok a szép hangverseny zongorák. Na maradunk a romantikánál, mert ez kirakászhatatlan terület egyébként. Egy olyan darabot fogunk most játszani, aminek az annyi a cím, hogy Presto, az annyi jelenet nagyon gyorsan. Aki pedig szerezte azt a zenét, George Enescu volt, egy romániai származású zeneszerző, aztán Franciaországba költözött, Párizsban nem véletlenül, ugyanis a 19-20. Század fordulóján Párizs az egy nagyon fontos művészeti központ volt, zenei szempontból is rendkívül fontos volt, Ravel, Debussy és kortársai alkottak akkor itt, de forrás szempontjából meg az egyik legfontosabb hely és idő, ugyanis erre az új fuvolára, aminek ez a ilyen rendszere van, és már, hát akkor még fából készül, de már kezdett elterjedni, hogy fényből készüljön, tehát sokkal ügyesebben lehetett már valóta játszani, sokkal több mindent lehetett eljátszani. Az akkor ott élő zeneszerzők kezdtek el igazából zenét szerezni. Na mivel sok zene született erre, egyre nehezebben, ez inspirálta a játékosokat arra, hogy egyre ügyesebbek legyenek. Mivel egyre ügyesebbek voltak a futbolisták, még nagyobb kihívások elé állították őket a zeneszerzők, és ez így szépen felfelé tolta a színvonalat a futbolaiskola terén tulajdonképpen, úgyhogy ezt jól jegyezzétek meg, 20. század elején a francia impressionizmus, romantika impressionizmus határán Párizsban fantasztikus zenei élet volt, elég bohémok voltak ők, de most erre azért nem térnék ki, hanem a francia fuvolaiskola a Párizsi konzervatoárban, képzeljétek el, úgy lehetett fuvolaművész diplomát szerezni, hogy az utolsó fél évben kiadtak egy zeneszerzőnek egy feladatot, hogy komponáljon valami fuvolára, és azt a darabot csak pár héttel a diplomakoncert előtt kapta meg a diplomázó, és gyorsan meg kellett tanulnia, és a diploma volt a bemutató. Tehát nem egy olyan darab, amit meghallgatok 100 felvételenek, már a fülembe csengettek 4 éve tanulom, hanem ott akkor gyorsan kellett megtanulni. Na hát így is rengeteg csodálatos zenemű született, többek között George Enescunak a Cantabile és Presto című műve, egy éneklőtétel és egy nagyon gyors tétel, ebben most nagyon gyors tétel fogjuk nektek eljátszani, nehogy elakadjuk. Thank you.
tényleg jó gyorsan vesztom. Na de nem csak diplomam versenyt, hogy szomorátnak darabokat, hanem nagy divat volt akkor a különböző népek, népzenei világát is beemelni a zeneszerzésbe. Így például a magyar zenei világot, a perkos, palotás, csárdás dallamait és a ritmus világát is bele szőtték egy-egy zeneműbe. Akitől most játszunk, Franz Toffler, ő futbolista volt, úgyhogy nagyon tudta, hogy hogy kell futballára úgy komponálni, hogy az virtuóz legyen, kifejező legyen, és jó érzés is legyen játszani ugyanakkor. Ne csak nehéz legyen, hanem jó érzés is legyen játszani, és hallgatni is. Van neki egy magyar pasztorális fantáziája, ami egy elég hosszú nagy opusz, úgyhogy abból most csak egy részletet hoztunk el nektek. Az eleje úgy indul, mintha a furulyaszót hallanánk a Pásztor fűz mentén, mellett, és aztán pedig
soha. Szegeden van egy gyönyörű olyan színház, a Centrumán jártok, ott operát is szoktak játszani, mert felsen is, mert egy gyönyörű operaház, szerintem vegyétek rá a szüleiteket, hogy egyszer látogassatok el oda, mert nagyon fantasztikus élmény. Igaz, hogy hosszú, de csodálatos zenék vannak benne, és a történetekre pedig rengeteg romantikus vonás van. Hát elég bonyolult a sztoria, érdemes mindig előre elolvasni az operát, és úgy menni, meghallgatni ezt a szép zenét. Ha már ugye mondom, hogy egy ilyen színházszerű, gyönyörű operaházban szokták ezt előadni, van a színpad, lent van egy nézőtér, egy földszinti rész, és körbe pedig páholyó. És az romantika időszakában, Mozartnál is, az volt a nemeseknek a szórakozása, szinte minden nap, ha tehették, hogy elmentek az operába. Sőt, bocsánat, már a barokkorban is lehetett az operába, tehát akkor volt a operaházat, de a romantikában jutott ezt szerintem a csúcsára. Tehát a gazdagok oda jártak, ott ültek a pápolyba, gyönyörű szép ruhába, és a nép pedig lent a földszinten, mondanám, hogy foglalt helyet, de képzeljétek el, hogy ők álltak. De annyira imádta mindenki az operákat, hogy ha tehette, akkor minden este ment az operába, és képzeljétek el, hogy az új operáknak más, operáknak a dallamai másnap már gyönyörézték az utcán. Tehát akkor ez volt a szórakozás, hogy elmentek az operába, és meghallgattak egy ilyen. Hát akkor az volt a eset, vagy a krimi, bármi, amit most szórakozásnak veszük, és a kikapcsolódások, akkor operába jártak. És hát ott is nagy divat volt más népek dallamai lemenni az operába, most egy olyan francia operáról fogunk játszani részletet, ami Spanyolországban játszódik, ennyit mondom róla előre, és eljátszik belőle egy nagyon-nagyon népszerű részt, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy kitaláljátok el, hogy milyen az operának a címe. Thank you.
ritmusa már